Kutrik Bence zeneszerző második alkalommal szervezte meg idén a Dunakanyar Kortárs Zenei Fesztivált, melynek keretében adott koncertet az Animal Musicae Kamarazenekar Duna Bogdányban Hámori Máté karnagy vezényletével. A Duna Bogdányi Nepomuki Szent János templomban rendezett hangverseny közönségét elsőként Kutrik Bence, a fesztivál művészeti vezetője köszöntötte. A kortárs vonós zenekari műveket Molnár Szabolcs zenetörténész ismertette. Koncert első egységében három zenekari, kamarazenekari kompozíció hangzik majd el. Először Tóth Péter Téli Reggel című vonózenekari kompozíciója, aminek őszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy van-e köze Shakespeare azonos című színművéhez. Ugyanakkor a darabnak az egyszerre elégikus és epikus hangvétele, az azt gondolom, hogy éppen elég ahhoz, hogy az ember Téli Reggében képzelje magát. Az Anima Musicae Kamarazenekart Hámori Máté vezényelte. A második mű a Dunakanyar Kortárs Zenei Fesztivál művészeti vezetőjének, Kutrik Bencének Szileó című kamaraváltozata volt. Ez eredetileg egy vonós négyesre készült kompozíció, de úgy tűnik, hogy most találta meg az igazi médiumát a vonós zenekaron, tehát lehet, hogy a jövőben már nem vonós négyesként fogunk találkozni ezzel a művel, hanem kamarazenekari kompozícióként. A verseny második részét Romhányi Ágnes szövegére írt zongoradarab nyitotta, mely Kutrik Bence és a hangversenyen közreműködő felesége Balga Gabriella gyermekéhez íródott. Az előadók Alszászi Gábor fog játszani zongorán, és mint említettem, Balga Gabriella fog énekelni. Utána pedig következik majd Bánkövi Gyula vonózenekari darabja Lemenő nap Szálka mezejében. Ez egy Pilinszky vers egyik sorára utal. Ez a Mélypont ünnepélye című versnek az első versszakában található ez a sor. Ezt az első versszakot hadd idézzem. Az ólak véres melegében kimer olvasni, és kimer a lemenő nap Szálka mezejében az ég dagája és a föld apája idején útra kelni akárhová.
következő darab Orbán György műve a Kantikó volt, mely kompozíció Assisi Szent Ferenc naphimnuszára készült. Az énekes szólista Balga Gabriella koloratúr szoprán volt. Hollós Máté Omaggio numero 2-es című darabja Bárdos István zeneszerző emléke előtt tisztelgett. A verseny utolsó darabja a Dunabogdányi gyökerű Otrezső műve, mely a Duna forrásánál címet kapta. Az Anima Musicae Kamarazenekar e virtuóz darabbal köszönt el a Dunabogdányi közönségtől.